Rakéta csapat, egyesítsük erőinket. Sziasztok, Olasz Anna vagyok, nyílt vízi úszó. Sziasztok, Rasovszki Kristóf vagyok, szintén nyílt vízi úszó. Tokió után úgy döntöttünk, hogy egy új felkészülési módszert is kipróbálunk Párizsra, így eljöttünk a kamaraerdei curling pályára. Mivel nem túl sok mindent tudunk a sportágról, ezért úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk magunkat benne. És hát ugye érkezik a téli olimpia 2022-ben, úgyhogy ez mindenképp segíteni fog nekünk, hogy kicsit beavatottabb szemmel nézzük majd a curlinget. Nagy szerencsénkre a kétszeres világbajnok vegyes párosunk is a segítségünkre fog sietni, és ők mutatják be nekünk ezt a sportágat, hogyan is kell igazán jól űzni. Mielőtt rátérnénk az ilyen sportágak kapcsolatos kérdésekre, engem az érdekelne legjobban, hogy mennyi az esélye, hogy összetöröm magam a jégenben? Az ettől nem kell félni, szerencsére a sportolóknak azért nem szokott ez gondot okozni, azért sokat számít, azért hogy... Azért a Kristóf nem túl stabil a szóval. Igen, tehát nem én állok a legstabilabb lábakon. Igazából voltak már itt TFL sportolók, és nem nagyon volt ebből gond, úgyhogy azért a sportolói múlt azért sokat számít, úgyhogy szerintem nem kell ettől félni, de mi is vigyázzunk rá, de te is vigyázz magadra. Nem vagyunk képbe a szabályokkal, hősiesen bevallom. Négy fő alkot egy csapatot férfi-nőiben, vegyes párosban értelemszerűen csak két játékos van. Szabályok is valamennyire eltérnek. A párosban csak öt követ dobnak, míg a férfi-nőiben nyolcat. És férfi-női csapatban minden játékosnak két köve van egy adott játékrészben. Egy ilyen játékrészt endnek hívunk. Behívhatjátok igazából bárhogy, ahogy tetszik, mi valószínűleg érteni fogjuk, hogy mire gondoltok. Hallottunk innen mindenféle szakifejezésnek mondható próbálkozás, de bármi, amit mondtok, szerintem meg fogjuk érteni a dolgot. Na most várom, hogy kezdünk. Köszönöm, jól kezded? Kezdhetjük? Kezdhetjük. Kezdjük. Jó. Majd hamar el is fogjuk venni a söpültőletek, ez az egy rossz hírem van már hatásból. Itt elhúztad a mézes madzagot, hogy bármikor támaszkodhatsz rá, és így 70 évesen, amikor majd így próbálok menni, ezt elveszik tőlem egyből a potot. Magának ennek az első feladatnak az a célja, hogy egy picit a csúszótalpat is ti is megérezzétek, hogy hogy csúszik, megérezzétek azt, hogy is kéne mozogni a pályán, és egy ilyen rollerező mozdulattal kell majd átmenni a pályán. Milyen rátutok? Addig még kimehetünk egy kávét. Hátra kéne húzni a köveket, megemelni a testsúlyt, és utána gyakorlatilag, ahogy a falnál is csináltuk, a kövek mögé behelyezni az első, a bal lábat, és akkor azt követi a jobb. Hoha! Könnyűnek tűnik. Tűnik. Igen, a tévéből könnyen megtűnik. A söprű felváltja az egyik követ. Úgyhogy igazából most kezdődik a nehéz része a dolognak. Jobban ment, mint egy 250 méter. Szuper! Még egy 10 évet gyakorlom, és akkor sportágat váltok. Köszönöm! Dobás. Köszönöm! Végre valami, amiben sikert értem el. Jézusom! Hát az irányzékotokkal nincs nagy baj. Levédte a két piros követ, ennyi. Igen. Egyébként pálinka se kellett hozzá, hogy jól célozzunk. Az a lényeg, hogy a bal kézzel nyomjátok lefelé a söprűt, a jobb kézzel pedig húzzátok. Na, ennél az erősebben. Én mondtam, hogy ez fárasztó. Ez is. Most igazából csak annyit kell csinálnatok, hogy a testetek előtt megforgatjátok a söprűt, és most jobb kézben lesz lent, bal kézben. És számít valamit, és hogy melyik... Most majd érezni fogod. Úristen, de béna vagyok ezzel, igen.
Na, úgyhogy igazából a lényegi része a curlingnek az ennyi. Bomba. Hogyha gondoljátok, akkor... Akkor meccs! Igazából a pontozásról még nem beszéltünk. Dióhéjban annyi, hogy az a kör ér pontot, amelyik felülnézetből benn van a úgynevezett házban, tehát a gyűrűknek a legszélső körében. Viszont valójában az nem számít, hogy azon belül hol van. Igazából annyi a lényeg, hogy minél közelebb kell lenni a körök középpontjához. Viszont teljesen mindegy, hogy mondjuk egy kő itt van, vagy itt van, az ugyanúgy csak egy pontot fog érni. Sok sikert! Dehogy fog. Kicsit. Hello. Hello. Felfelé szabályai szerint. Most tényleg hagytad? Még segítettem is nekik. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és nagyon sok sikert a pekingi kvalifikációra. Köszönjük. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a Magyarok YouTube csatornájára, és kövessétek őket az Instagramon és a Facebookon is.